Az 1848. március 15-i forradalom és az azt követő szabadságharc hősei előtt Szemereiné Pataki Klaudia polgármester, Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester, Lévai Jánosné tanácsnok és dr. Stahó Pekári István önkormányzati képviselő is leródta tiszteletét. A város előjárói mellett a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület tagjai is fejhajtással adóztak az elődök előtt. A március 15-i ünnepi beszédet dr. Nyári Gábor történész, a rendszerváltás történetét kutató intézet és archívum főigazgatója mondta volna el. A veszélyhelyzet miatt azonban a történésszel a Kecskeméti Televízió ügyvezető főszerkesztője Báni János készített interjút. Dr. Nyári Gábor többek között elmondta, hogyan ünnepelték március 15-ét az elmúlt bő másfél évszázadban, és erre hogyan hatott a mindenkori emlékezetpolitika. A teljes interjút a kecskemititv.hu oldalon lehet megtekinteni, az állami kitüntetésben részesült kecskemétiek listájáról pedig a híres.hu oldalon olvashatnak.